23. fejezet. Amikor a dolgok egyenesbe jöttek, és az irodában beállt a keddi szám megjelenése utáni szokásos csendes időszak, Marshall kikerestetett Carmennel néhány jó vastag iratgyűjtőt, ő maga pedig elkezdte rendszerezni a feljegyzéseit, papírjait, a rendelkezésére álló különböző dokumentumokat. Közben egy külön jegyzett füzetben kérdéseket állított össze. Olyan kérdéseket, amelyeket Elv Brummellel készítendő interjújában akart föltenni. Délután, miután Carmen elkérte magát a fogorvoshoz, Marshall fölhívta Elv Brummel irodáját. Rendőrség! Hallatszott a telefonban Sarah hangja. Jó napot, Sarah! Itt Marshall Hogan. Beszélhetnék Elvvel? Jelenleg nincs bent. Sarah sóhajtott egyet, aztán nagyon halkan, furcsa hangon hozzátette. Marshall, Elv Brummel nem akar beszélni veled. Marshall gondolkozott egy pillanatig. Sarah, hallja valaki, amit mondasz? Sarah kissé bosszankodva válaszolt. Talán igen, nem tudom, de Elv félreérthetetlenül megmondta, hogy semmiképpen ne kapcsoljalak be hozzá, és hogy tudassam vele, mik a szándékaid. Nézd, nem tudom, hol van a határvonal a barátság és a hivatali etika között, de nagyon szeretném tudni, mi folyik itt. Miért? Mi folyik itt? Ismételte Marshall. Mit kapok érte cserébe, ha megmondom? Marshall tudta, hogy kockáztatnia kell. Ha nagyon akarnám, én is tudnék mesélni egyet s mást. Sarah csak egy pillanatig habozott, aztán már mondta is. Minden jel arra mutat, hogy a legfőbb ellenségének tekint. Többször is hallottam az ajtaján át, hogy téged emleget, és nem éppen kedves hangnemben. És kinek a jelenlétében emleget, ha szabad tudnom? Most te jössz, figyelmeztetett az íratlan szabályra a titkárnő. Rendben, tehát mi is szoktuk emlegetni őt. Sőt, elég gyakran szóba kerül a neve, és ha minden stimmel, amiket megtudtunk róla, akkor valóban lehetséges, hogy joggal nevez majd a legfőbb ellenségének. Tehát kivel beszélget rólam? Van, akit ismerek, van, akit még sosem láttam. Gyakran beszél telefonon Julien Langstrettel, a nem is tudom kiével. Ki van még? Baker bíró, aztán a városi tanács tagjai közül jó néhányon. Malone? Igen. Everett? Igen. Preston? Nem. Goldtree? Igen, meg más fejesek is a környékbeli városokból. Például Spence Nelson a Windsori rendőrségtől. Tudod, a fesztivál idején is ők küldtek embereket. Szóval nagy a jövésmenés, sokkal nagyobb, mint szokott. Valami készül. De mi? Marshallnak óvatosnak kellett lennie. Lehet, hogy velem és a hírmondóval kapcsolatos, lehet, hogy nem. Nem tudom, elfogadjam-e ezt a választ? Én meg nem tudom, bízhatok-e benned. Kinek az oldalán állsz, Sarah? Attól függ, kinek van igaza. Tudom, hogy elfeléggé sötét alak, de vajon te milyen vagy igazából? Marshall elmosolyodott. Ezt majd döntsd el te. Tudod, szeretném őszintén megírni a dolgokat az újságban. Nagyon intenzív nyomozásban vagyunk jelenleg, és nem csak a főnököt, hanem a város minden fejese érdekel. Ezt Elv is tudja, mindenki tud róla. Már majdnem mindegyikükkel beszéltem. Elv lett volna a következő a listámon, mondta Marshall. Azt hiszem, erről is tudott. Ma reggel szólt nekem, hogy nem kíván beszélni veled. Nemrég ment el, hóna alatt egy nagy paksométával valami titkos megbeszélésre. Van valami elképzelésed, hogy mi a tervük ellenem? Biztos lehetsz benne, hogy valamit tenni fognak, és van egy olyan érzésem, hogy komoly akcióra készülnek. Ezt vedd figyelmeztetésnek. Én meg azt tanácsolnám neked, hogy legyél aranyos, ne tudj semmiről, és ne is mondj semmit. Piszkos dolgoknak nézünk elébe. Ha tényleg így alakulna a helyzet, Marshall, felvilágosítasz majd, hogy mi zajlik? Ja, és segítenél nekem, hogy eltűnhessek a városból? Bízhatsz bennem. Mindenben segítségedre leszek, ha biztonságba helyezel. Marshall észrevette a hangján, hogy Sarah fél. Ne felejtsd el, nem akarom, hogy belekeveredj ebbe az ügybe. Nem rajtam múlik, Marshall, már nyakig benne vagyok. Jól ismerem Elv Brummelt, azt hiszem, inkább téged választalak. Majd még jelentkezem. Most tedd le a kagylót, és viselkedj úgy, mintha semmi sem történt volna. Sarah engedelmeskedett.
Eltrummel Julie Langstreth irodájában ült. Együtt tanulmányozták azt a vastag iratköteget, amit Brummel hozott. Hogan most már eleget tud ahhoz, hogy akár egy címoldalt is megtöltsön, mondta Brummel elkeseredve. Mindig azzal piszkáltál, hogy nem ügyelek eléggé Bushra. Ugyanakkor Hogannek kezdettől fogva szinte szabad utat adtál. Nyugodj már meg, Elf, csillapította Langstreth. Előbb hikkadj le. Bármelyik nap beállíthat azzal, hogy adjak neki interjút, ahogy a többieket is sorra kikérdezte. Szerinted mit mondjak neki? Langstreth megtöbbent, hogyan lehet ilyen hülyeségeket kérdezni. Természetesen semmit. Brummel idegesen járkált fel alá a szobában. Nincs is már rá szükség, Julin. Most már nem szoroz, hogy mit mondok el. Amire szüksége van, azt úgy is tudja. Tud az ingatlan eladásokról. Jó nyomon jár az adóhátralékok miatt elárverezett családi házak ügyében. Minden tud az Omniról és a társaságról. Jó információi vannak az egyetemen történő sikkasztásokról. És több, mint elégséges bizonyítékok állnak a rendelkezésére, hogy vádat emeljen ellenem téves letartóztatás miatt. Langstreth elégedetten mosolygott. Jó munkát végzett az informátorunk. Ennek az anyagnak ma hozta el a jó részét. Figyelmeztetett, hogy Hogan most összegzi a dossziéit. Gondolom az utolsó lépésre készül. Langstreth gondosan összeszedte a papírokat, visszatette az irattartóba és hátradőlt a karosszékében. Ez tetszik. Brummel értetlenül nézett rá. Mindent elveszthetsz ezzel a játékkal, rázta a fejét. Mindannyian veszíthetünk. Szeretem az ilyen kihívásokat, és szeretem az erős ellenfeleket. Minél erősebb az ellenfél, annál mámorítóbb a győzelem. És én győzni szeretek a legjobban. Langstreth mosolygott, és valóban nagyon elégedettnek látszott. Elf, voltak kétségeim veled kapcsolatban, de azt kell, hogy mondjam, tökéletesen eloszlattad őket. Föltétlen ott kell lenned majd, amikor ez a kedves Mr. Hogan beleesik a csapdánkba. Hiszem, ha látom, vetette oda kételkedőn Brummel. Látni fogod. Nem sokára. Vihar előtti csend telepedett Estonra. Minden furcsán elnémult. Nem hallatszott emberi szó, még az ismerősök közötti szokásos cseve is elmaradt. Marshall és Bernice nappal iroda közelben tartózkodtak, anyagaikat rendezgették. Egyik este Marshall elvitte Kate-et vacsorázni. Bernice ez alatt otthon ült és megpróbált regényt olvasni. Elf Brummel napjai a szokásos módon teltek, bár eléggé szótlan volt, Sarah-val sem igen beszélt. Langstreth nem érezte jól magát, legalábbis ez a hír járta a tanszéken, és az előadásai elmaradtak pár napig. Hank és Mary már azt hitték, elromlott a telefonjuk, senki nem hívta őket. Colmanék elutaztak egy vidéki rokonukhoz. Forsythék a fatelep korszerűsítésével voltak elfoglalva. A maradék többi tagja szokásos hétköznapi életét élte. Különös béke honolt. Füllet meleg volt, a nap csak erőlködve tudott átsütni a párás levegőn. Minden szokatlan csönd vett körül, és valahogy mindenki nyugtalan volt. A város fölött magasodó egyik hegy tetején egy öreg kiszáradt fa ágán hatalmas, fekete kesejűként gubbasztott Rafar, Babilon fejedelme. Más szellemek is voltak vele, lesték, mi lesz a következő parancsa, de Rafar hallgatott. Órák teltek el, ő meg csak ült mogorván, sárga szemeivel fenyegetően szugerálta a várost. Szemközt egy másik hegytetőn tárejtőzködött harcosaival az erdőben. Ők is a várost figyelték, érzékelték a bizarr átmeneti nyugalmat. Rossz előérzetük támadt. Gailo a kapitány mellett állt. Jól ismerte ezt a hangulatot, volt már benne része bőven az évszázadok során. Bármikor elkezdődhet. Készen vagyunk? Kérdezte Tált. Nem, válaszolt a kapitány minden kertelés nélkül. Még nincs együtt az egész maradék, és akik egybegyűltek, azok sem imádkoznak, legalábbis nem eleget. Nincsenek még elegen, nincs elég erő. És az erős körüli sötét szellemi felhő naponta százszorosára duzzad, aggódott Gailo. Tál fölnézett az égre. Teljesen el fogják sötétíteni az eget Eston fölött. Rejtek helyükről az egész völgyet át tudták tekinteni, és a kiszáradt fán gubbasztó titokzatos ellenfelüket is jól látták. Még mindig jó erőben van, jegyezte meg Gailo.
Kész arra, hogy bármikor megütközzön velünk, tette hozzá a kapitány. Méghozzá a számára legkedvezőbb időpontban, az ő általa megválasztott helyen a legerősebb harcosaival. Egyszerre akár 100 különböző arcvonalon is képes lenne támadást indítani. Ezzel ellen nem tudunk védekezni, rázta a fejét Gailo. Ekkor sebesen repülve egy hírnök jelent meg, és leszállt Tál mellett. Kapitány, jelentette. Strongman rejtek helyéről hozok hírt. Nagy a jövésmenés, a démonok nyugtalanok, türelmetlenek. Kezdődik, konstatálta Tál. A harcosok között halk morajlás futott végig. Gailo? Gailo előlépett. Igenis, kapitány? Tál félrevont a harcosát, hogy négy szem közt beszélhessen vele. Van egy tervem. Egy kisebb csapattal megfigyelőállást kell kialakítanod abban a völgyben. Gailónak nem volt szokása, hogy vitába szálljon a kapitánnyal, de most mégis hitetlenkedve nézett rá. Egy kisebb csapattal? Strongment figyelni? Tál tovább magyarázott neki, részletes utasításokkal látta el, ő meg csak kétkedéssel rázta a fejét. Végül is visszatért a többiekhez, kiválasztott magának vagy 2 tucat harcost, és csak ennyit kiáltott. Gyerünk! Cikcak vonalban repültek az erdő fái között, míg elég messzire nem jutottak ahhoz, hogy észrevétlenül felszálljanak. Tál előszólított egy erős harcost. Te fogod felváltani Szignát a templom őrzésében, őt pedig küld ide. Aztán egy hírnököt szólított elő. Szólj Krioninak és Triszkának, riasszák Henket, hogy imádkozzon ő is és a maradék is. Kisvártatva megérkezett Szigna. Gyere velem, szólította meg Tál. Meg kell beszélnünk valamit. Henknek és Mérinek csöndesen telt a délutánja. Méri a ház mögötti kis kertben dolgozott, férje meg a kerítést javítgatta, amit a környékbeli kölykök egy helyen megrongáltak. Miközben Méri a gyomokat húzogatta ki a zöldségágyásból, észrevette, hogy Henk kalapálása megszűnik, majd végleg elhallgat. Oda ment hozzá, és látta, hogy Henk ott ül a kerítés tövében, kezében a kalapács, és imádkozik. Elég zaklatottnak látszott, úgyhogy Méri megkérdezte. Jól vagy? Henk kinyitotta a szemét, és anélkül, hogy fölnézett volna, megrázta a fejét. Nem érzem magam valami jól. Mi a baj? Rossz előérzetem van. Úgy érzem, valami szörnyűség készülődik. Föl fogom hívni Forsythékat. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. Henk bement a házba, és fölvette a kagylót. Andy Forsythe volt az. Ne haragudj a zavarásért, de meg akartam kérdezni, nem érzed de te is azt, amit én, hogy nagy szükség van arra, hogy most azonnal imádkozzunk. Gyere át hozzánk, ajánlotta Henk. A kerítés várhat, gondolta. Míg Henk, Forsythe és mások is imádkoztak, beállt az est. Az angyali sereg várakozott. Rafár továbbra is ott gubbasztott a kiszáradt fa ágán, szemei izzani kezdtek, ahogy egyre sötétebb lett. Karmaival idegesen dobolt a térdén, szemöldökét fenyegetően összehúzta. Mögötte óhaját lesve várakozást teljesen gyülekeztek a démonok. Ahogy a nap eltűnt a hegyek mögött, a nyugati égbolt vörösbe fordult, mintha égne. Rafár csak ült és várt. A démoni sereg is várt. Julien Langstrett csukott szemmel ült az ágyán lótuszülésben. Fejét fölemelte, egész teste ellazult a meditációs testhelyzetben. Egyetlen gyertya égett csak a szobában, ettől eltekintve sötét volt. A sötétség leple alatt Langstrett megidézte a felső mestereket, a szellemi vezetőket. Tudatának, belső lényének legmélyén egy hírnökkel beszélt. Hipnotikus révületében a hírnök egy fiatal nő képében jelent meg. Hófehér ruhába öltözött, földigérő szőke haját bársonyosan lobogtatta a szél. Hol van a mesterem? Kérdezte Langstrett a hírnököt. A város fölött várakozik és figyel, válaszolta a lány. Seregei csak a parancsodat várják. Minden készen áll, nem sokára megadom a jelt a mesternek. Igen, asszonyom. A hírnök, mint egy gyönyörű gazella, kecses szögdeléssel távozott. Hártyás szárnyú, mocskos, fekete lény volt, mint egy rémálom. Távozott, hogy hírt vigyen Rafárnak, aki még mindig várt. Eston fölött az ég egyre sötétebb lett. Langstrett szobájában a gyertya lassan elfogyott, már csak egy kis lángocska pislákolt a szétolvat viasz tetején.
A sötétség fokozatosan fülébe kerekedett a gyönge kis narancs színű fénynek. Langstrett megmozdult, kinyitotta a szemét és fölkelt. Finoman elfújta a gyertyát, és a fél homályban átment a nappaliba, ahol egy másik gyertya égett a dohányzóasztalon. A viasz szétfolyt, és kísérteties formákban szilárdult meg újra Ted Harmel fényképén, amelyre a gyertyát állították. Langstrett térdre ereszkedett az asztal mellett, magasra emelte a fejét, félig becsukta a szemét. Lassú mozdulattal, mintha úszna, karját a gyertya fölé emelte, mintha egy láthatatlan mennyezetet tapogatna ki a lángocska fölött. Aztán nagyon halkan egy ősi isten neve kezdett kiformálódni ajkain. Ahogy újra és újra kántálta a nevet, érdes torok hangon, mintha láthatatlan kis kavicsok százait köpködte volna szerteszét. Minél többször mondta ki a nevet, annál mélyebb transzba esett. Csak mondta, egyre hangosabban, egyre gyorsabban, szemét tágra nyitotta, meretten, pislogás nélkül nézett a semmibe. Egész testében remegni kezdett, és hangja hátborzongató jajveszékelésbe ment át. Rafar mindent hallott őrhelyéről. Ő is gyorsabban kezdte venni a levegőt. Orjukain bűzös sárga gőz áramlott ki. Szemét összehúzta, karmait kimeresztette. Langstrett remegve himbálózott előre-hátra, az istenség nevét szólította újra és újra, szemét rászögezte a gyertya lángjára. Aztán hirtelen mozdulatlanná dermedt. Rafar csöndben, figyelmesen fölnézett. Megállt az idő. Langstrett mozdulatlanul tartotta karját a gyertya fölött. Rafar feszülten figyelt. Langstrett lassan teleszívta tüdejét, aztán hangos kiáltás szakadt fel belsőjéből. Hirtelen mozdulattal rácsapott a kanócra, és kioltotta a lángot. Rajta! Kiáltott Rafar. Démonok százai rebbentek fel az égbe, mint egy hatalmas denevérra, és egyenes vonalban megindultak észak felé. Oda néz, szólt egy angyali harcos. Tál és serege jól látta az éjszakai égen kirajzolódó fekete füstgomolyt. Északnak vonulnak, állapította meg Tál. Eltávolodnak Estontól. Rafar nézte, hogy távolodik nagy sebességgel a démonok serege. Csupasz agyarai előtűntek, ahogy gúnyos vigyorgásra húzta a száját. Most aztán törheted a fejed, seregek kapitánya. Tál kiadta a parancsot. Erősítsétek meg a védelmet Hogan és Bush fölött, és riasszátok a maradékot. Vagy száz angyal kapott szárnyra, és eltűntek a város irányában. Tál jól látta, hogy Rafar még mindig ott ül a kiszáradt fa ágán. Vajon mit forgatsz a fejedben, Babilon fejedelme? Mormogta magában. Marsalt telefoncsörgés riasztotta föl nyugtalan álmából. Az óra hajnali 3:48 mutatott. Nagyot sóhajtva két is fölébredt. Marsal fölvette a kagylót és beledörmögött egy halót. Halvány fogalma sem volt, ki lehet az a vonal túlsó végén. Először nem is értette, mit mond, csak valami hisztérikus, exaltált kiabálást hallott. Hé, csillapodjon már le egy kicsit, vagy leteszem, morogta, aztán hirtelen fölismerte a hangot. Ted! Te vagy az, Ted? Hogan, hallatszott Ted Harmel hangja. Eljöttek értem. Az egész környéket elözönlötték. Marshall egy pillanat alatt teljesen éber lett. A füléhez nyomta a kagylót, mert alig értett valamit. Nem hallom, mit mondasz? Rájöttek, hogy kibeszéltem őket. Az egész környéket elözönlötték. Kik? Ted artikulálatlan kiáltozásba, üvöltözésbe kezdett, és ez elég volt ahhoz, hogy Marshall szíve a torkába ugorjon. Oda nyúlt az éjjeli szekrényhez papírért, ceruzáért. Ted! Kiáltotta a telefonba. Két összerezzent, és megfordult, hogy lássa, mi történik. Hol vagy, Ted? Otthon vagy? Két hallotta a kagylóból kiszűrődő kiáltozásokat, és nagyon megrémült. Kivel beszélsz, Marshall? Marshall nem tudott válaszolni, túlságosan lekötötte a telefon. Figyelj, Ted, mondd meg, hol vagy most! Rövid szünet után kiáltások hallatszottak. Hogy jutok oda hozzád? Azt kérdezem, hogy jutok oda hozzád? Marshall irkálni kezdett valamit. Próbálj meg eltűnni onnan, ha tudsz. Két hallgatózott, de nem tudta kivenni, mit mond az illető a vonal túlsó végén.
Akárki is volt az, Marshall így próbálta megnyugtatni. Figyelj, egy jó fél óra, amíg odaérek, ha egyáltalán találok nyitott benzinkutat. Nem, inkább oda megyek egyenesen, csak tarts ki, rendben? Ted, rendben? Ki az a Ted? Rendben, mondta Marshall a telefonba. Mindjárt ott leszek, nem lesz semmi baj. Viszlát. Letette a kagylót, és kiugrott az ágyból. Ki a csuda volt az? Követelt választ Kate. Marshall sebesen magára kapkodta a ruháit. Ted Harmel, nem emlékszel, már meséltem róla. Csak nem mész oda ilyenkor. Ez a fickó teljes önkívületben van. Feküdj vissza az ágyba. Kate, el kell mennem. Nem tehetem meg, hogy ne menjek oda. Hát nem, ez nem lehet igaz. Ezt te sem gondolod komolyan. Marshall komolyan gondolta. Megcsókolta Kate-et és eltűnt. Az asszony szinte föl sem bocsúthatott még, csak ült megrökönyödve az ágyon. Aztán mérgesen hanyat vágta magát, és a plafont bámulta. Hallotta, amint felbúgott a motor. A kocsi kitolatott az útra, és elhajtott.